Szelény Ivánról el kell mondani, hogy ő szociológus, egyetemi tanár, akadémikus, ha jól tudom, csak az MTA tagja, hanem az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja is, hogyha ezt én jól tudom. És 75-ös kiutasítása, Magyarország kiutasítása óta számos Ausztrália és Amerikai Egyetem vezető oktatója, városszociológiával, társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozik. Parancsolj! Hát köszönöm szépen a meghívást. Hát nekem mínusz 20 percem van, hogy előadjam ezt a 12 oldalasra sikerült hozzászólásomat, úgyhogy erre nem lesz lehetőség, viszont megírtam, és akit érdekel, a Google-ba beírja a nevemet, akkor megtalálja az életrajzomat és azon az e-mail címemet. Nagyon szívesen elküldöm bárkinek, aki ez érdekli. Valóban azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nem vagyok kemény szakértő. 75-ben mentem el Magyarországról, Pistának aránylag kevés műve jelent meg nyomtatásban odáig, azokat ismertem, és azokra sok szempontból nagy hatással volt az én munkásságomra. Itt három kérdésről fogok egészen röviden beszélni, és mondom, a részletek iránt, aki érdeklődik, annak nagyon szívesen elküldöm az írásomat. Ez a három téma, Pista hozzájárulása a mobilitáskutatáshoz, a másik pedig Pista új munkásosztály elmélete, és a harmadik pedig Pistának az etnicitással kapcsolatos munkái, különösképpen a cigánysággal foglalkozó munkái. Mind a három területen Pista úttörő tevékenységet végzett, és ezt szeretném hangsúlyozni, nem csak hazai értelemben, hanem nemzetközileg is azt olyan munkát végzett, ami éppenséggel a nemzetközi kutatásoknak is a középpontjában állt. Hát kezdjem röviden a mobilitás kutatással. Piska valóban 63 után a KSH-n keresztül bekapcsolódott a Ferge Zsuzsa által végzett mobilitás kutatáshoz, amelyik hát a magyar társadalom statisztikának egyik remek műve. Andorka Rudi is dolgozott velük, tehát ez a hármas csapat, Ferge, Andorka és Kemény végezték a munkát. Valóban Pistának van egy nagyon jelentős írása a mobilitással kapcsolatban, amelyik, mondom, úttörő jelentőségű volt. Ezelőtt általában úgy képzelték, hogy a szocialista társadalom egy rendkívül mobil társadalom. Pista azt hangsúlyozta, hogy ez nagyon félrevezető lehet, mert tulajdonképpen, amit mobilitásnak néznek, az jó és strukturális mobilitás. Tehát a struktúra szerkezete megváltozik. Ha mondjuk az egyetemre járóknak az arányszámát 2-3-szorosára növelem, akkor természetesen elkerülhetetlen, hogy az egyetemekre többen kerüljenek be, akiknek a szülei nem egyetemet végeztek. Hogyha összezsugorítom a parasságot, akkor elkerülhetetlen, hogy a parasszülők gyerekeiből mondjuk gyári munkás legyen. Tehát önmagában a strukturális mobilitás nem méri a társadalomnak a nyitottságát. Nem tudom egész pontosan, hogy Zsuzsa és Rudi erről pontosan hogy gondolkodtak. Zsuzsát akkoriban, és hát ő is, magam is nagymértékben Bourdieu hatása alatt voltunk, ő Bourdieu hatása alatt elsősorban a kollektív mobilitást hangsúlyozta. Tehát azt mondta, hogy az az érdekes, hogy az osztályok közötti egyenlőtlenségek csükkennek-e, azt tartotta a mobilitásnak, hogyha az osztályok egymáshoz közelebb kerülnek.
Rudinak nem, őszintén szólva nem tudom, hogy mikor került az érdeklődésének a középpontjába, amit Magyarországon cirkuláris mobilitásnak szoktak nevezni, az angol száz nyelven fluiditásnak nevezik. Tehát egy olyan mobilitást vizsgálnak, ahol kontrollálnak a strukturális változásokra. Pisrec pontosan megérezte, azt hiszem 69-ben jelent meg a KSH-ban ez a kis dolgozata, ez egy nagyon lényeges áttörés volt. Rudi azt hiszem kacélkodott ezzel a gondolattal, de azt hiszem, aki igazán kimondta Magyarországon, az Pista volt. Ennek egyébként voltak szintén nyugati előzményei is, Lipset és Bendix már az 57-ben megjelent Social Mobility and Industrial Society című könyvében, szintén arról beszél, hogy az amerikai társadalom nem annyira mobil, mint amelynek általában a kutatók vélik, mert óriásiak a strukturális változások. De hát Bendix és Lipset kezében nem voltak meg azok a statisztikai eszközök, amivel kontrollálni tudtak volna a strukturális mobilitásra. A Pista is így előre élezte, hogy mi fog következni, és hát a világ, megint nem a mobilitásnak sem vagyok szakértője, tulajdonképpen semminek nem vagyok szakértője. De 1975-ben jelent meg ebben az áttörő cikk, amit Federman, Jones és Hauser publikáltak az American Sociological Review-ban, és felvetették az úgynevezett FGH hipotézist. Ehhez logliniáris modelleket kellett tudni csinálni, ami a 70-es éveknek a terméke volt a szociológiában. Ezt a 60-as években még a Rudi se tudta, és természetesen sem Pista sem ismerte. És ezzel a logliniáris modellekkel ők azt a hipotézist állították föl, hogyha sikerül a strukturális mobilitásra kontrollálni, akkor általában a társadalmi fluiditás vagy cirkulás mobilitás minimális, és országok között tulajdonképpen semmi komolyabb különbséget nem lehet kimutatni. E körül még ma is vita van, bár meg kell mondanom, hogy a mobilitás kutatás egy lehanyatló ága a szociológiának, de vannak, akik azért azt hangsúlyozták, hogy azért van országok között és rendszerek között is különbség. Hát ennyit. Azt hiszem, szóval a Pistának a munkája egy rendkívül jelentős munka volt ezen a területen. Előre érezte, hogy merre fog a mobilitás kutatás haladni, és hát azok a statisztikai eszközök még nem álltak rendelkezésére, amivel ezt szoliden bizonyítani lehetett volna. Nekem meg kell mondanom egyébként azt, hogy én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy olyan nagyszerű ötlet a strukturális mobilitásra kontrollálni, mert azért a struktúra váltás is mégiscsak mobilitást jelent. Még azt is hozzátenném, hogy azt is azzal is lehet érvelni, hogy a szocialista átalakulás első legalábbis 10-15 évében volt valóságos társadalmi mobilitás, mint egy erőltetett társadalmi mobilitás, amiről nincsenek is rendes adataink, mert a magasabb társadalmi rétegeket részben emigráltak, részben meghaltak, van, akit megöltek, valóban volt egy erőltetett politikailag erőltetett mobilitása, gondoljuk a 49-es államosításokra, amikor valóban munkássorból emeltek föl vezérigazgatóvá embereket. Ezeknek a jó része kihullott, másik része megmaradt. Szóval én nem vagyok teljesen meggyőződve attól, hogy teljesen elvonatkoztathatunk a strukturális változásoktól. Aztán a 60-as évek után a társadalom merevedőben volt, és ez a cirkuláció gondolom lényegesen csökkent. Aztán, hogy mi történt a rendszerváltás után, ez egy másik kérdés, Pista ezzel már nem foglalkozott.
azokból a kutatásokból, amit ismerünk, Gerbernek és Hauptnak volt egy kiváló tanulmánya 2004-ben Oroszországról. Hát ők nagyon gondos munkával, Haupt az egyik legkiválóbb amerikai szociológus, azzal érvel, hogy bizony Oroszországban a társadalmi mobilitás lényegesen lecsökkent 1991 után. Hát ennyit, szóval Pista, ebben mondom, úttörő, nemzetközileg jelentős úttörő munkát végzett. A másik az új munkásosztály elmélete, erről kiváló tanulmánya 72-ben a Szociológiai Folyóirat első számában jelent meg. Erre meg kell mondom, én magam büszke vagyok, mert akkor még éppen egy rövid ideig én voltam ennek a folyóiratnak a szerkesztője, és Pistából nem volt könnyű kéziratot kényszeríteni, és addig jártam a nyakára, amíg végül is sikerült ezt a nagyon jó dolgozatot tőle megkapni. Na most megint az új munkásosztály fogalma már a levegőben volt. Már 1967-ben André Gorz meghatározta az új munkásosztály fogalmát, de ő új munkásosztálynak a technikai értelmiséget gondolt. Tehát azt mondta, már a műszakiak, a mérnökök alkotják az új munkásosztályt, és ezek fogják majd átalakítani a társadalmat. Ez egyébként már Veblen erről írt az orosz forradalom után. Azt mondta, na Amerikában nem a munkásosztály végzi el a forradalmat, hanem majd a mérnökök csinálják meg. A mérnököknek a szovjettei fogják megcsinálni. Hát ez volt André Gorz gondolata. Hát ennek a Pista új munkásosztály elméletének a világon semmi köze nincs, de S.M. Miller 1969-ben szintén javasolta az új munkásosztály fogalmat, amelyik a munkásosztálynak éppen a talpazatán elhelyezkedő rétegekről szólt. Ez mint egy a szegénység elleni háborúnak a elméleti mellékterméke volt, és azt mondta, hogy egy új szociálpolitikára lesz szükség ezeknek a rétegeknek a helyzetének a kezeléséről. Ez már valamivel közelebb volt Pista gondolatához. Pista elsősorban új munkásosztálynak a parassorból munkássorba kerülő munkásokat nevezte, ez volt az új munkásosztály. Hangsúlyozta, hogy ezekben még megmarad valamiképpen a paraszti hagyományoknak valamiféle eleme, de ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ez az új munkásosztály elsősorban a munkásságnak az alacsonyabb rétegeibe kerül be, tehát belőlük lesznek a segédmunkások és betanított munkások. Hát rám ez a tanulmány nagyon nagy hatással volt. Megint azt kell mondanom, hogy ez egy olyan dolog volt, ami már mindannyiunknak a nyelve hegyén volt, ki akartuk mondani, és Pista volt az első, aki kimondta. Tulajdonképpen Márkus István utóparasság fogalma nagyon közel állt ehhez. Hát Pista nem volt, az egyik Pista nem volt a másik Pistának különösebben kedvence. Én Márkustól nagyon sokat tanultam, emberi gyengeségeit nem ismerem, tudósként nagyon nagyra tartottam, és tartom ma is, brilliáns elme volt. Hát az Úr bocsássa meg neki, hogyha vétkezett. De engem is foglalkoztatott egyébként a kérdés. 70-71-ben egy országos faluszociológiai felmérést végeztünk, és akkor Mankin Robinak a kis sárga Volkswagenjével végigjártuk az országot. 100 falut, amit kiválasztottunk, véletlenül látogattunk meg, és hát ott el voltunk hűlve az átalakuláson, ahogy a magyar falvaknak a jelentős része alvó faluvá vált, ahol az asszonyok laktak és dolgoztak, és a férfiak hazajártak aludni. Meg hát nem csak aludni, hanem kapálni is, mert azért az asszony várta őket ugye a vasútállomásnál a kapával, amikor hazajöttek munkából, és elvitte őket a házszáji gazdaságra egy kicsit dolgozni. És hát el voltunk ragadtatva attól, ami akkor kezdett kialakulni a magyar falun, ez az intenzívé váló árutermelésre forduló kis házszáji gazdaságnak,
és e körül kialakuló új társadalmi réteg. Hát én is, ha úgy tetszik, inkább Márkus Pista oldaláról kezdtem ezt kapiskálni, mert én is a falu oldaláról és a parasztság oldaláról láttam inkább, mint a városi munkásság oldaláról. Hát ennyit. Most mielőtt elmennék az etnicitással kapcsolatos kutatásokra, még annyit hozzátennék, hogy ennek a kutatásnak a során én ilyen bocsináltam, belekeveredtem valamiképpen a romák kutatásába is. Ezt a 100 falut bejárva észrevettük azt, hogy vannak ilyen útvégi, a város, a regionális rendszer periférián elhelyezkedő községek, amelyeket a regionális tervezők leírtak, mert a népszámlálási trendek azt mutatták, hogy ezek kihalóban vannak. Tehát elvonták onnan az intézményeket, az iskolát, ezt még az egyházak is követték, a parókiát is elvették, az iskolát is elvették, a TSZ-et is elvették, megszüntették a tanácsokat, és ezekben a halódó falvakban összeomlott a ingatlanpiac, és ebbe a értéktelenné váló lakásokba elkezdett a társadalomnak a legnyomorúságosabb részege beköltözni. Ezek között nagyon sok volt a roma, de nem csak roma volt, hanem mindazok, akik máshol lakás maguknak nem találtak, ide keveredtek. Úgyhogy akkor fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy az, ami a slum az amerikai városoknak a belvárosában, Dél-Chicago, mondjuk Chicagóban, az Magyarországon nem annyira a városokban van, hanem ezekben a kis falvakban, amelyek a rendszernek a perifériáján helyezkednek el. Aztán, amikor kezdtem hazajárni, éppen 1989-ben Havas Gábor és Ladányi János jöttek hozzám, és azt mondták, hogy hát Iván, gyere már föl velünk Csenyétére. Ott volt egy osztrák csoport, amelyik ezt a falut vizsgálta. Hát itt pontosan az van, amiről te beszéltél egy 1972-es falu szociológiai előadásomban, ami aztán magyarul már nem jelent meg, de aztán később angolul kiadtam. Hát így valahogy belekeveredtem a romákkal való foglalkozásba. Én soha nem tekintettem magamat roma szakértőnek és roma kutatónak, de 10 éven keresztül jártam Csenyétére, abból 5 éven keresztül Gáborral, a másik 5 éven, a 10 éven keresztül Ladányival, megcsináltam még a történeti demográfiáját is, és így tovább. Ebben a munkában számomra igen nagy hatással volt Pistának az 1971-es roma cigány felmérése. Ezt azért tartottam rettenetesen fontosnak, mert úgy ítéltem meg, hogy az 1893-as cigány összeírás után ez volt a leggondosabb és legfontosabb roma kutatás Magyarországon. Sőt, tulajdonképpen jobb volt, mint az 1893-as cigány összeírás, ugyanis hát a 19. század szellemében ott ilyen kettős definícióval operáltak, hogy ki is aki roma. Egyrészt megkérdezték a településeknek a vezetőit, hogy kik itt a cigányok, másrészt pedig a kérdező biztosaikat instruálták, hogy ilyen antropológiai jegyek alapján azonosítsák a cigányokat. Ki az, aki cigánynak néz ki? Na most Pista szerencsére ezt az antropológiai dolgot kivette a meghatározásból, és azt mondta, hogy cigány az, akit a társadalmi környezetet cigánynak tart. Ez megint a magyar romakutatásnak és kelet-európai romakutatásnak egy rendkívül ilyen jelentős áttörése volt, amelyik egyébként nagyon egybehangzott, akkor főleg az Egyesült Államokban végzett
szervezett etnikum kutatásokkal. Akkor került elő a társadalmi konstruktivizmusnak a gondolata, tehát sem osztályok, sem etnikai csoportok, nem adottságok, hanem ezek klasszifikációs rendszerek, amelyet részben a külső emberek tesznek rá, húzzák meg a körvonalakat egy népesség körül, részben pedig a klasszifikáltak kérdése is, hogy ezt mennyire fogadják el, vagy nem. Hát itt nincs időm, hogy ebben részletesen belemenjek, ezzel kapcsolatban nagyon fontos kutatásokat végeztek az Egyesült Államokban is, mit mondjak, a konstrukció még a nemre is igaz. Most éppen az olimpia kapcsán láthattuk, hogy még az is problematikus, hogy tulajdonképpen ki is az, aki nőnek tekinthető. Ugye a interszexualitásnak a problémája is fölvetődött, és kérdés volt, hogy nem kellene kizárni egy pár nőt a versenyből, mert túlságosan sok benne a férfi hormon. Pedig ő magát mindig nőnek gondolta, de hát a laboratóriumi kutatások más mutattak. Hát nem akarok túl soká menni. Nekem ez az egész kérdés, hogy a romák meghatározása, hát hogy kell végezni, akkor merült föl a 90-es évek végén, amikor a Ford Alapítványtól egy nagyobb grantet kaptam, hogy több országban csinálják szegénységről és cigányságról kutatást, és akkor kérdés volt, hogy ezt miként lehet megcsinálni. Akkor írtunk egy tanulmányt Ladányival, ki a cigány, amin sajnos Pista nagyon megsértődött, és a tanítványai is megsértődtek. Pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez egyáltalán nem vonta kétségbe Pistának az episztemológiai kiinduló pontját. Cigány az, akit a környezetet cigánynak tart. Ez lényegileg egy módszertani kérdést vetett föl, csak egy kis szorongást akartunk kelteni ennek az ezzel foglalkozókban, mert ez két oldalról. Egyrészt ez rendben van, hogy cigány az, akit a társadalmi környezet cigánynak tart, de ki a társadalmi környezet, és hogy tudom meg, hogy a társadalmi környezet mikor, milyen körülmények között kit tart cigánynak, és mennyire megbízható ez a cigány meghatározása, mennyire fluid, mennyire változik, mennyire bizonytalan a klasszifikáló abban, hogy a klasszifikált cigánynak tekinthető. És még azt is hozzátenném, itt megint Bourdieu hatása alatt, hogy azt is próbáltuk hangsúlyozni, hogy azért az is nagyon fontos, hogy a klasszifikáltak elfogadják-e azt, hogy hogyan klasszifikálják őket, és meg azok a technológiák, amivel, ha éppen le akarja magáról választani ezt a klasszifikációs rendszert, amit mások ráillesztenek, amivel ezt próbálja elvégezni. Szóval azt szeretném csak még egyszer hangsúlyozni, hát ez egy külön téma, Jáki Béla fog beszélni erről a ki a cigány kérdésről, gondolom szóba kerül ez a tanulmány is. Ez elsősorban egy módszertani, hogy is mondjam, a módszertani szkepszist akarta erősíteni a roma kérdéssel a kutatókban, és semmiképpen nem vonta kétségbe az episztemológiai kiinduló pontot, amit a magyar roma kutatásban és általában a nemzetközi etnikai kutatásokban, és nem csak etnikai, Bourdieu ugye ezt használja osztályokra is, Garfinkel a szexualitásra is, tehát Bourdieu úgy mondta itt a klasszifikátorok és a klasszifikátorok közötti társadalmi gyakorlat és harc határozza meg, hogy ezek a körök, amik egyébként változó körök, hogyan húzódnak meg. Még csak azt akarom befejezősül hangsúlyozni, hogy ez semmi körülmények között nem a célja volt ennek a dolgozatnak, hogy diszkreditálja Pista kutatását. Ezt a cigánykutatást, mondom, az 1893 utáni cigányfelmérés után a legkiválóbb roma kutatásnak tartom, és hát ezért
megemelem kalapomat mélyen Kemény István emléke előtt. Maradjunk ennyiben. Köszönöm.